Mind az úgynevezett junior club tagokat, jazz rajongókat, big band zene rajongókat, egyáltalán mindenki, aki itt van, lélegzik, iszik, dohányzik, és élvezi majd a ma este. Hölgyeim és uraim, a Junior Stars, a Szekszárdi Liszt Ferenc Művészeti Iskolának, a jazz tanszakának tulajdonképpen, jazz tanszakának, big bandje. Egy nagyon tartalmas, nagyon nehéz, de gyönyörű évet tud maga mögött. Azért beszélek múlt időben, mert még van talán két hetünk, két és fél hetünk ebből az évből. Ez alkalommal ebben az évben utoljára játszunk önöknek. Mondom, 2004-ben. 2005-ről majd egy kicsit később fogok mesélni. Van dicsekedni valónk örömünkre, és remélem, hogy a mi örömünk
az önök öröme is lesz, hiszen a zenekar, mint ahogy a nevében is benne van, fiatal csillagok száll egyre magasabbra. Ez nem csak, hogy hála Istennek, hanem minden egyes fiatal embernek, aki itt ül vagy áll a színpad előtt és a színpadon, egyéni munkája, a hite, a szorgalma, egymás iránti barátságának köszönhető. Iszonyú sok munka van benne, remélem, hogy az elkövetkező két órában sikerül egy képet adni arról, hogy mire képes ez az ifjú gárda, és ennek még mindig nincs vége, ez még fokozható. Mi kívánjuk magunknak, és kívánjuk a közönségünknek, és hogy minél többet itt helyben, Chicago külvárosában, ahogy mondták, Szekszárdon tudjunk találkozni, és élvezzük mind a zenét, mind pedig önök részéről a tapsot, az elismerést. Mi köszönjük előre is. Első nótán címe a Siroki volt. Általában ezzel szoktunk mindjárt temperament motion kezdeni. Addig még valami hasonló más nem találunk majd a programunkban. A tenor szólt, Sebesti Miklós játszotta. Most azon is koncentráltam erre, mert éppen a előadásunk előtt, mielőtt fölmentünk volna a színpadra, magyarázkodni voltam kénytelen a Miklósnak, ugyanis ebben a nótában ez az egyetlen olyan szóló, ami említésre méltó, és kitűnően játssza a kollega úr, de miután nekem tartani kell valami megnyitó beszéd félét, éppen ezért mindig elfelejtettem őt bemutatni, de most ezentúl ígérem, hogy másképp lesz Mikitén, ha ebben a nótában indítunk. Most pedig következzék kedvenc zenekarom, egyik világhírű nótája a Splanky, tehát Count Basie-től Neil Hefti szerzeménye a Splanky. Thank you.
kevesebb, mint a Cy Olivertől Opus van, azaz, hogy Nummer 1, vagyis első száz. Szólisták Varga Imre, Zoltán, és Bot Márton basszusgitár. Öreg hagyomány lesz, hála Istennek, az utánpótlás mennyiségének függvényében az, hogy egy-egy koncerten mindig bemutatunk ifjú tehetségeket. Így van ez nálunk is,
ahogy fejlődnek a növendékek, úgy egyre több szerepet és lehetőséget kapnak a zenekarban közreműködésre. Ebben az esetben, mikor eljátszik a Shiny Stocking című számunkat, a dobnál Orbán Gergely. Következik Shiny Stocking.
a műfajt nagyjából ismeri, kedveli és hallgatja is. Az egyik szinte himnusznak számító Kambézi nóta a Lil Darling. Ennek az a rövid története, hogy az 50-es, 60-as években Kambézinek 25 hangszerelője és zeneszerzője volt, ugye szegény ember, minden hétre jutott 5-6 új nóta, de hát ebből éltek, ez volt az ő világuk, ez volt az életük. Nos, az egyik ilyen hangszerelő és több mint 20 éven keresztül a zeneszerzője és a társaságnak Lil Hefty volt. Nagyon szép, nagyon sok és nagyon szép kompozíciót csinált és jól is hangszerelt. A Lil Darling, miután hát kocsmalátogató ember lévén megismerkedett egy hölgyel, egy kétes hölgyel, akit Lilinek hívtak, és róla nevezte el a következő számot. Mindjárt ki is derül, hogy mennyire szerelmes lehetett az ember, amennyire csak egy zenész képes kérni szépen. Hallgassák szeretettel, Lil Hefty, Lil Darling című szerzője.
uraim, ez volt a Lédálik, köszönjük szépen. És nehogy a szemünkre lányák azt, hogy mi mindig csak swinggel és balladákkal foglalkozunk, most bemutatunk egy új betanulást, szerénységem átdolgozásában, Polporter, Night and Day, Nappalok és Éjszakák. Ez kivételesen reggae. Jó szórakozás! Aki szintén dobolni fog. Ez viszont a tanár úrnak a munkáját dicséri.
és következik az első énekes nóta, amelyet úgy nevezünk, hogy La.
CD-nkre is. A címe Én a Melóton. Ennek a nótának az a története, hogy amikor kim voltunk Dániában, akkor összeismerkedtünk a belgákkal, és nem tudom, átszól-e a hangom, vagy nem, megpróbálok üvölteni. Szóval összeismerkedtünk a belga zenekarral, akik nagyon-nagyon jók voltak szintén. És a Pozános, aki Joe Cohen-nek hívják az embert, azért jegyzem meg, mert ez a név számomra most már tényleg egy fogalommá vált. Nagyon gyönyörűen fújt, nagyon közvetlen embernek is bizonyult, és azt mondta, amikor meglátta a mappánkat, hogy nekünk az illat Melóton benne van, egész másfajta átdolgozással, letéttel, azt mondta, hogy hát van egy olyan, amit a zenészek, mint a Bibliát úgy kezelik. Kevés zenekar fog bele a világon ezt megcsinálni, és azt mondtuk, hogy hát ezt a nótát te nekünk megküldöd, akkor ígérjük, hogy megcsináljuk. A nóta megjött 3 héten belül Belgiumból. Mikor megláttuk, azt hittük, hogy elájulunk. A felvételt ismertük a Kambézi zenekartól, de hát azt mondtam, hogy bízunk magunkba, és neki fogunk. Hölgyeim és uraim, a lemezre is fölvettük, és most fog először koncerten élőbe elhangozni. Kérem, aki egy kicsit is ért a zenéhez, gondoljon bele, hogy mekkora feladat. Ezt a zenét olyan emberek játsszák, akik 20-25 éve együtt vannak, és minden nap legyúrnak 2 előadást. Őrületes, magasra van téve a léc. Hát most ezt megpróbáljuk mi is megugrani.
Jó. És...
iskola, Matov Dákos. Thank you.
Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! Ez volt Sammy Estico. Szóval arról van szó, hogy most ez a szeplős arc volt, és Völgyesi Gyula kollégám játszotta a gyönyörű trombita szerint. Bemutatni a zenekart. Ugye egy Big Bandről van szó, egy kicsit eltart, de azért legyünk olyan kedvesek meghallgatni engem. Szaxofon kórussal kezdem, Harag Ferenc. Napok Ákos. Berki Gyulajan. Sokai Zsoltán. Hancsok Réka. Mészáros Szilárd. Bocz Márton. Szintetik Mártonnal Benyersán Zsolt. Zongolára Varga Iben. Dobokat közeli Sebestyén Csaba. Előre gimnasztikázik, az Molnár Ákos a gyönyörű. A következő számi címe Skyliner, vagyis felhőkarcoló. Ebben kapcsolatban, hölgyeim és uraim, engedjenek meg egy olyan kijelentést, egy olyan közlést, ami azt hiszem kevés zenekar életében hoz olyan eseményt, amely, hát hogy is mondjam, kicsit megrezgeti a bensőt. Azon kívül, hogy ebben az évben ez a zenekar nem csak Szekszárd városának, hanem Magyarországnak is nagyon kedves vagy. Majd mindjárt eljátszunk, hogy anyám tyúkja. Mert körülbelül ez kell akkor. Szóval a zenekar ebben az évben Dániában, Svédországban szerepel. Ez egy dolog. Aztán Németországban arattunk sikert. Ez is egy dolog. Hölgyeim és uraim, most kaptuk az értesítést, hogy 2005. augusztusában az Amerikai Egyesült Államokba megyünk. Ez annál
is inkább értékesebb számukra, mert mi olyan muzsikával azt foglalkozunk, hogy amerikai. És ha ez már megtalál, akkor boldogan fogjuk teljesíteni a küldetésünket, és akkor igazán elmondhatjuk, hogy a felső lécet elkaptuk. Ezért dolgozunk, ezért szeretünk játszani, ezért küzdött ez a zenekar imáron 4 éven át. De, hogy a végével kezdtem, előtte azért elmondom, hogy Frankfurt, Köln, Aachen is szerepel a tervek között, azon kívül pedig egy olyan megtisztelő ajándékot kaptunk. Még nem mondom el, hogy honnan, de a következő CD-nket ingyen fogjuk elkészíteni. Felső elhatározat. Szeretetével és rajongásával mellénk állt. Ő lehetővé tette számunkra a mozgást. Bármennyire is próbálom finomítani, kérem, pénzt adott nekünk. Pénz nélkül a dolog nem megy. Semmi nem megy, se a sport, se a művészet. Ez a kiváló barátunk, aki most már harmadik alkalommal itt van, szeretném önöknek bemutatni. Kunos István.
Jöjjön a kanadai rádió Big Bandjétől egy örökölt nóta Bob McConnelly hangszerelésébe. Igaz, hogy én is belenyúltam egy kicsit, de hát ez más műfaj. Garden Dream, egy bossa nova. Mindenhol.
for my prince. I'm on blueberry. Thank you.
szokásos befejező után Peter Gántól következik. Mi abban búcsúzunk, köszönjük szépen a tapsot, köszönjük szépen, hogy ilyen szép szemmel részt vettek a koncertünkön, és mindenkinek kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánunk már most. Jövőre valószínűleg ugyanitt találkozunk. Viszontlátásra!